Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok, ez az én YouTube csatornám. Nagyon örülök, hogy újra találkoztunk. A tartós haj egyenesítésről beszélek egy kis szösszenetet nektek. Kétféle tartós haj egyenesítés van. Az egyik, ami tényleg az, a másik meg az, amit annak hisznek. Amit annak hisznek, kezdjük azzal, mert ez van benne a köztudatban. Ez annak idején a brazil kakaós egyenesítés volt, és az egy olyan anyaggal történt, amit igazából mi se tudunk, hogy mi volt az, mert nem nagyon, az olyan kb. Mint a Coca-Colának a receptje, hogy így nem igazán mondják meg, hogy mi van benne, meg miből mennyi, csak úgy nagy vonalakban, hogy nehogy véletlen otthon a fürdőszobába összedobjál egy ugyanolyat. Szóval az a lényeg, hogy a kakaósnak az első kiadásában volt valami, amit ott tényleg tök egyenes lett a haj, tényleg tök szép volt, fényes, csillogó, jót tett a hajnak, még a szőkített hajnak is. Igaz, hogy évente azt se lehetett többször használni, mint három, ezt mindjárt elmondom, hogy miért, de tök jó eredményeket lehetett vele elérni, annál, aki túlélte. Mert olyan gőze, gáza volt annak, tehát a maga a folyamat során, mintha egy könnygázgránátot dobtak volna be a fodrászüzletbe. Tehát én kétszer csináltam életemben, először és utoljára. Ugyanis rettenetes, tehát először ugye felém jön az anyagnak a gőze, aztán a vendég felé. De nekem, mire a vendég felé megy, nekem már a könnyen folyik, a taknyom folyik, már köhögök, krákok, minden bajom van. Nem gondolom, hogy ez az egészségemnek jót tett. A vendégének sem. Soha nem csináltam úgy, hogy más vendég, vagy akár akkor még olyan helyen dolgoztam, ahol volt ott körmös is, meg minden, hogy legyen egy légtérben, mert csak kereszthúzatban, és úgy, hogy még a klíma is szellőztetőn volt, tehát magyarul csak nyáron lehetett csinálni. És figyelj, tényleg, tehát embert próbáló volt, mert ez órákig tartott, amíg ott vasalgattam a hajat. Ugye ez úgy működik, hogy van egy anyag, rá kell kenni, bele kell szárítani a hajba azt az anyagot hideg levegővel, egyébként tehát rohadt lassan szárad meg, utána át kell vasalni, utána le kell öblíteni, utána megint meg kell szárítani, belevasalni. Tehát ez több óra, főleg egy hosszú hajnál. Na, oké, elkészült, tényleg először meg utoljára, tehát kétszer csináltam életemben, mind a kétszer nagyon jó volt, nagyon örült neki az illető, az a kettő, akinek megcsináltam, de én úgy gondoltam, hogy mindenkinek az egészsége ennél többet számít, hogy én ezt többet nem csinálom, úgyhogy meg is szabadultam az anyagtól. Aztán be is tiltották. Kijöttek egy újabb variációjával, ami viszont már nem egyenesít ennyire, tehát ezt a könnygázt kivonták belőle, vagy ez nem tudom mi volt. A hatásfoka is kisebb lett. Na most az összes többi egyenesítő, legalábbis amivel én találkoztam a piacon, az kb. Ugyanazt tudja. Ezek egyébként nem tartós haj egyenesítők, hanem ez keratin feltöltés. Ez azt jelenti, hogy keratin az a hajnak az anyaga, és ezt hiányozni is tud innen-onnan a hajból. És oda juttatod be. És ahogy bejuttatod, ennek súlya van, ez lehúzza a hajat. És ettől lesz egyenes. Röviden, tömören ennyi. Egyébként hozzáteszem, hogy a keratin az egy sárga vegyület, tehát mindig egy picit melegebb árnyalata lesz a hajnak, tehát hogyha mondjuk ilyen nagyon hamvas szőkét akarsz, akkor ne annyira akarják keratinos egyenesítőt, mert az meg pont sárga. És fokozatosan göndörödik vagy hullámosodik vissza ugye a haj, attól függően, hogy a hajmosások során ezt a keratint, amit te bevittél, ezt hogyan veszíti el. Ezért van az, hogy nem egy lenövés van, hogy itt göndör, ami kinő, a vége meg tök egyenes, mert innen is potyog ki a keratin, és ez szépen ilyen összhangba kerül egy 3-4 hónap múlva. Ezért nem is lehet többször csinálni, mert ha megint viszed be a keratint, még mielőtt kijött volna belőle, meg megint, akkor pont az ellenkező hatást éred el. Úgy értem, hogy még akár a haj egyenes is lehet, vagy egyeneshez hasonló, de az állaga nem lesz jó. Tehát nem szabad. Tehát tényleg nem láttam olyan hajat, amit csinálták havonta, tönkre volt menve. Tehát itt azért résznél kell lenni. Na, ez a keratinos egyenesítés, amit ugye úgy ismertek, hogy tartós hajegyenesítés. De az igazi tartós hajegyenesítés az az, amikor én fogok egy vegyszert, ami egy krém,
és azt a krémet, mint a hajfestéket felkenem a hajadra, az rajta van valamennyi ideig, azt utána leöblítem, lefixálom, és utána tök egyenes marad a hajad. És az tök egyenes marad, és itt kinő a göndör, ez meg tök egyenes maradt. És az úgy is marad. Az nem fog visszagöndörödni. Ez a tartós egyenesítés egyébként. Ugyanúgy működik, mint a dajer, csak fordítva, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Ugyanúgy belemászik a hajba, felbontja a kötéseket, kiegyenesíti azokat, az egyeneset én lefixálom, ugyanúgy, mint a dajernél, csak ugye ott göndört fixálok, ennél meg egyeneset, és a végén egyenes lesz a haj. Jó, ez a kettő között a különbség. Ezt is lehet csinálni. Egyébként ez nem egy hajápoló kezelés. Az előző, a keratinfeltöltő az inkább az, mondom ésszel használva. Mindegyiknek van előnye is, hátránya is. Van olyan haj, amelyiken mind a kettőt meg lehet csinálni, van amelyiken csak az egyiket, és van amelyiken egyiket sem. Úgyhogy ez mindig tök speciális, mindig kérdezd meg a fodrászodat, hogyha ilyenre vetemedsz, hogy meg lehet-e csinálni a te hajadon, vagy nem, vagy érdemes-e egyáltalán, mert nem mindig érdemes kitenni a hajat ilyen kezeléseknek. De lesz, vagy van is már erről egy videóm, lehet, hogy még nincs kint, amin megmutatom, hogy ez a keratinfeltöltés egyébként hogyan működik egy baba fejem. Na, majd nézzétek meg azt is, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!